Ráterstadion. Sok-sok heves, izgalmas, forró levegői magyar-osztrák labdarúgó mérkőzés színhelye. Most ezen a délutánon is 65 ezer ember szorong, zajong és örvendezik a lelátókon, amikor a 96. magyar-osztrák mérkőzés játékvezetője és 22 játékosa megjelenik a zöld gyepen. Nagy várakozás előzte meg a mérkőzést. Az osztrák csapat minden áron győzni akar az olimpiai bajnok ellen, és győzelmet vár a közönség is. Rövidesen eldől, van-e alapja az osztrákok nagy győzelmi hangulatának. Hadd mutassuk be most néhány osztrák játékos. Ez itt Körner 1, Happel, Wagner a jobb összekötő, és a két csapatkapitány Ottwirk és Puskás Ferenc. A sorsolásnál Ottwirknak kedvez a szerencse, a nappal hátban lévő kaput választja. A magyar csapat kezdi tehát a játékot. Csordás gurítja hátrafelé a labdát Bosiknak, Bosik rögtön előre vágja, ott azonban Ottwirk szerzi meg. Az osztrákok legjobbja rögtön támadásba dobja a csatársok. Dísznél van a labda, majd a bal oldalról visszakapja, aztán újra balra vágja ki Propsnak. Propsz el akar menni a rátámadó Buzánszki mellett, de okosabbnak látja befelé gurítani Dísznek a labdát, ő Körner 2-nek adja, ott vagyunk az ötösök, azonban már ezekben az első percekben kitűnik, hogy Buzánszki kitűnő formában van. Hazadta a labdát, majd a kapukiugás után újra az osztrákok támadása bontakozik ki. Hevesen támadnak most az osztrákok. Dísznél van a labda, hátrafelé gurítja Wagnernak, Wagner kidobja a jobb oldalra Körner 1-nek, a jobb térső befelé hívei, helyünk, de nehéz pillanatok, Propsz fölünk még fejelni, azonban jól van Buzánszki. Egészséges fölszabadító rugása elszáll egészen messzire, és már is a magyar csapat csatársora támad. Csordásnál van a labda, jól van, gyönyörűen kibubítja Budainak a labdát, Budai elszágult bele, aztán befelé ível, ott van Hidegkuti, mert a labda Hidegkuti lő, Zéman azonban még úgy látszik budapesti formában van, remek elvetődéssel csípi meg a labdát. Most a pillanatban azonban újra az osztrákok támadnak. Körner egy íveli befelé a labdát, Lantos lábáról az alaponalon túlra kerül szögletújás. Körner beívák labdáját, a magyar védők fölszabadítják. Azonban csak Hanapig jut a labda, Hanapi rögtön támadásba dobja újra Körner egyet. Körner egy leállítja a labdát, fölnéz, aztán íveli befelé. Nehéz pillanatok ezek megint, azonban a magyar védelem ragyogóan játszik ezekben a pillanatokban is, fölszabadulunk. Ott van egy pillanatban Happelnál, az osztrák védőjátékosnál a labda. Elküld egészen a félvonalig, hogy Bosik szalad rá a mező legjobb játékosa, és most Ottwirkkal szemben is ő maradt felül, megszerzi a labdát, fölhozza, aztán Hidegkutinak adja, Hidegkuti meredekel, szökteti a pillanatban Budait a magyar csapat jobb szélsőjétől elszágult, azonban csak két-három fényképésszel ütközik össze, a beadásból nem lesz semmi. No talán a következőből, Tóth a bal szélső íveli átmost a másik oldalra a labdát, ott azonban Golovics kifejeli, Tóth azonban szorgalmas játékos rögtön utána megy, megszerzi, Puskásnak adja, Puskás igyekszik elhúzni Stotz mellett, Stotz azonban terelni tudja. A fölszabadító rugás csak Bosikig jut. Bosik megállítja a labdát, elviszi egy osztrák játékos mellett. Most rátámad Ottwirk, ő mellette is elhúz. E pillanatban Stotz alá szemben, és Stotznak nagy ügyjel baj a serrelni sikerül. E pillanatban középre kerül Dinszhez, a középcsatárhoz a labda. Dinsz balra játék, nagy helyzet! Azonban Buzánszki lábáról Grosics kezébe hull a labda. A kapu védő hosszan kirúgja, ott van a magyar csatársor középénél, ott van Hidegkutinál a labda, Hidegkuti jobbra játszik, aztán Csordási, majd Puskási a labda, Budai kapja meg, Budai fölnéz, befelé íveli, Puskás fölugrik fejelni, hátrafelé küldi fejjel a labdát, Hanapi azonban magasabbra ugrik Hidegkutinál, és az osztrák védőjátékosok fölszabadítanak. De csak a felező vonalig jut a labda, Lantos visszaküldi, majd újra az osztrákok, én most Körner egy ívvel befelé, nagy kavarodás, és Lórán mond néhány kedves szólt a partjelzőnek, aki nagy lesről engedte el az osztrák csatárokat. De nézzük a magyar csatársat, Csordás játszik balra Puskásnak, Puskás tovább küldi a labdát Tóthnak a bal szélsőnek, Tóth megállítja, befelé gurítja, ott azonban Ottwirk, Stotz és Hanapi együttes erővel hozza ki a labdát a bolyból. Hanapi oldalra játszik Stotznak, Stotz fölszabadít, és elkerül a labda egészen messzire Dinszhez. Dinsz jobbra küldeni a labdát, ott azonban Lantos fölszabadító rugása jut előre Tóthoz. A bal szélső hátra megy egy kicsit a labdáért, majd befelé küldi Puskásnak, Puskást azonban fölvágják. A magyar csapat bal összekötője bizony fájlalja a jobb lábát. Ott még támogatja föl meg, és simogatja egy kicsit Puskás fejét, és Puskás mutatja neki a jobb lábán esett sebet. E pillanatban azonban most már Propsz lövését figyeli a közönséget, elzúg a jobb kapuba mellett, és az első félidő eredménye 0-0 arányban eldöntetlenül végződik. A második félidő, ha lehet, még izgalmasabb, mint volt az első. Az osztrákok kezdik megint jobban a játékot. Ott vagyunk a magyar 16-osnál. Hidegkulti ilyen pillanatban menteni igyekszik, ő is hátrajött, de a játékvezető szabálytalannak ítéli megmozdulását. Happel lövi a szabadot, a kapu páról bevágódik a hálóban a labda, és Hartzuffer most még csak lejött. Gól, gól! 1-0 vezet Ausztria. De nem sokáig örülhet a 65 ezer néző az egyórós osztrák vezetésnek. A magyar csapat rendületes támadásokba kell. Tóth szágunk el a bal szélen, befelé veri a labdát, Budai fejjel kiküldik a labdát, lő, újra kifejeli, Csordás fejjel, gól! Hiába sopánkodik ez a lelkes labdarúgó szurkoló, ez bizony 1-1! Nagy az öröm a pályán, a magyar csapat játékosai boldogan ölelik egymást. Annál szomorúbb Zéman az osztrák kapu védő, aki most potorja ki a hálóból a labdát.
kiegyenlítő gól után ismét az osztrákok lendülnek támadásba. A magyar védelem azonban most nagyszerűen áll ismét a lábán, és nagyszerű a magyar csatársor is. Hidegkutyú gól! Megtermed a vér a nézők ereiben. Erre bizony senki nem számított. 2-1-re vezet Magyarország válogatott csapata Ausztria csapata elleni mérkőzésen. Most az osztrák labdarúgók, akik vesztésre állnak a nagy mérkőzésen, elveszik a fejüket is. Vagy azért, mert már nagyon elfáradtak a heves küzdelemben, vagy pedig mert színészkednek, de minden összecsapásnál lefekszenek a zöld gyepre. A nézők is berohannak a pályára, talán azt hiszik, ezzel majd segítik játékosaikat, pedig csak botrányos jeleneteket okoznak. Nagy nehezen helyreáll a rend, és Marius Zeman, vagy ahogy Ausztriában nevezik, a Tigris látjuk kapujában. Úgy látszik, gólszagos, mert nagyon ideges hangulatban van, és jön is a magyar csapat támadása. Ott van idekutinál a labda, most rohan rá, gól! 3-1, vezet Magyarország válogatottja 3-1 arányban Ausztria csapata ellen. A játékosok boldogan ölelik, csókolják egymást. Bizony keserű pirula, amit le kell nyelni az osztrák nézőknek. 3-1-es vezetésre azonban újra az osztrákok támadnak. Kárpáti fölszabadít, de az osztrák nézőktől megint visszakerül a labda. Ott van Wagnernél a jobb összekötőjének. Ő fordulásból lő, gól! 3-2-re alakul az eredmény, de az utolsó percekben már nem változik. Úgyhogy végeredményben Magyarország csapata nagy diadalt a 4-ben, 3-2 arányban legyőzi Ausztria válogatottját.